is not the first time that happens in this way. Sajnos már nem először fordul elő ez velünk. Ami ebben fontos, hogy a csapat nem adta fel egy pillanatra sem. A végéig volt erő, de ez akkor sajnos nem elég, amikor egy olyan csapat ellen játszol, akik nagyon hatékonyan támadnak ellenetek. Sokat hibáztunk, védekezésünk annyira nem volt rossz, bár szerintem sok gólt kaptunk, főleg az első fél időben, de úgy gondolom a támadójátékunk nem olyan volt, amilyet gyakoroltunk egész héten. Túlságosan egyénieskedtünk, egyegyezgettünk, amiben elfáradtunk, és talán ez lehetett a hiba, de most így olyan nehéz tényleg bármit is mondani.